24 férőhelyel bővült a felújított belvárosi bölcsőde, sószoba és játszóház is várja a legkisebbeket. Nem lehet eleget főzni belőle, még mindig sláger a halászlé. Tajti Márton Anita már 2019-re készül, jövőre nem szeretne lemaradni a rangos versenyekről. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Ünnepélyes átadón mutatták be a felújított és kibővített bölcsödét Békés Csabán. A belvárosi bölcsödeként ismert intézmény a korszerűsítésnek köszönhetően 24 férőhelyel bővült. December elején még apró simítások hiányoztak ahhoz, hogy az intézmény teljesen elkészüljön. A felújítási munkálatok már befejeződtek, azonban pár lépés még hátra volt, hogy minden a helyére kerüljön. Bíró Csaba, a Közművelődési Ifjúsági Oktatási és Sportbizottság elnöke kiemelte, a városvezetés időben felismerte a bölcsödei férőhely hiányt, és a 395 millió forintos támogatásából 120 millió forintot fordított a MIVA bölcsi felújítására. Maga az igény az, ami miatt elindult, és évekkel ezelőtt, 2017-ben sikerült meghozni ezt a döntést, amivel a támogatást sikerült elnyerni. Békés Csabán a számok úgy mutatják, és a fiatal anyukáknak a visszaszoktatása a munkaerőpiacra mutatják hosszú távon azt, hogy igenis szükség van bölcsödei férőhely bővítésre, és jelenleg itt volt lehetősége a városnak arra, hogy három számú bölcsödében ezt megvalósítsa. Bogár Éva szerint egyre nagyobb az igény a bölcsödei szolgáltatásokra, ezt pedig az intézmények telítettsége is alátámasztja. Nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez a fejlesztés végbe mehet, hiszen az intézmény szépül, megújul, bővül, képesek vagyunk több gyermek fogadására, munkahelyeket teremtünk, és 24 kisgyermeket várhatunk 2019 évtől. Az intézményben energetikai korszerűsítést hajtottak végre, napelemet helyeztek el és hőszigetelték az új épületrészt. A gyerekeknek sószobát és játszóházi szobát rendeztek be, és akadálymentesítették a mosdókat is. A meglévő épülethez egy kb. 120 négyzetméteres épületrészt építettünk. Ebben az épületrészben kapott helyet egy akadálymentes mosdó, egy új csoportszoba, egy kb. 8 négyzetméteres sószoba, illetve felújításra került egy játszóházi szoba is, és ezeknek a helységeknek a kiszolgáló helységei is kialakításra kerültek. Az új épület részben lévő játszóházat már igénybe is vették a legkisebbek. A tervek szerint a 2x12 férőhelyes csoportszobákat jövő januárjától használhatják a gyerekek. Az ünnepi időszakban a gyógyszertárak nyitvatartási rendje is megváltozik. Békés Csabán karácsonykor a kórházi patika, szilveszter és új év napján pedig a kristály gyógyszertár lesz elérhető sürgős esetekben. A felnőtt és gyermekorvosi ügyelet az ünnepek idején is a megszokott rend szerint látja el a betegeket. December 24-én a legtovább nyitvatartó gyógyszertár délután 2-kor zár be Békés Csabán. Kórházi gyógyszertárban az ügyelet ennek megfelelően 2 órakor fog kezdődni. Az ünnepnapi nyitvatartás az megint a szokásos ünnepnap szerint, ami évről évre nem változik, tehát minden egyházi és állami ünnepen ez ugyanaz. A SAS gyógyszertár van nyitva 8-tól 13 óráig, tehát ennek értelmében 13 órától kezdődik az ügyelet. Szilveszterkor este 6 órától, új év napján pedig délután 1 órától a Petőfi utca 2 szám alatt található kristálygyógyszertár lesz nyitva. Az orvosi ügyelet az ünnepek idején is a megszokott rend szerint működik. Felnőtt és a gyermek házi orvosi ügyelet az ünnepek alatt és körül ugyanúgy működik, mint máskor, vagyis munkanapokon délután 4-től másnap reggel 8-ig, munkaszüneti napokon pedig folyamatosan non-stop 24 órán keresztül, tehát 8-tól 8 óráig, így átfedi azt az időszakot, amikor a házi orvosi rendelések szünetelnek. Dr. Sonko Iván hangsúlyozta, az orvosi ügyeletek elsődleges feladata az, hogy azokat a rosszul léteket, megbetegedéseket lássák el, amelyek a következő munkanapig nem halaszthatóak.
Közeledik a karácsony, ilyenkor a legtöbb embernél fontos szerepet játszik az ajándékozás. A szülők gyakran lepik meg gyermeküket egy kis állattal, de sajnos nagyon sokan az ünnepek után úgy döntenek, hogy nem tartják meg az állatot. Sok házi kedvenc ezután kerül az utcára vagy egy menhelyre. A békéscsabai állatmenhelyen 300-nál is több kutya várja leendő gazdáját. Az egyesület titkára arról beszélt, több kutya kerül be a telepre, mint amennyit örökbe fogadnak, mert rengeteg felelőtlen gazda van. Egyáltalán nem toleráljuk a karácsonyi örökbefogadást, főleg nem ajándékba. Tehát itt kizárólag személyesen fogadhat örökbe valaki, tehát akinek kell a kutya, az meg kell, hogy ismerkedjen a kutyussal, és ő kell, hogy kiválassza, és kölcsönös legyen, tehát a kutya is, kutyának is szimpatikus legyen a gazdi, tehát azt nem kérjük, illetve nem is adunk ki ajándékba karácsonyra kutyát. Egy békéscsabai állatorvos szerint az ajándékba adott állatok esetében elsősorban fel kell mérni, hogy elég érette már a gyermek, hiszen nagyon nagy felelősséggel jár a házi kedvencek ellátása. Általában kisebb testű rágcsálókat szoktak ajándékba adni, különböző aranyhörcsögöt, esetleg egeret is szoktak, illetve tengeri malacot, törpenyuszit, és aztán későbbiesen, amikor már látjuk, hogy a gyermek elhivatott és felelősségteljes abban a kérdésben, hogy az állatot gondozza és ápolja, ellássa, aztán érdemesebb cicát, illetve kutyát vásárolni. Spröber Zoltán hozzátette, az ő gyermekei 11-12 évesek voltak, amikor elérkezettnek látták az időt, hogy kutyát kapjanak. Fontosnak tartja, hogyha kell, a szülő besegítsen, de a gyermek vállalja a felelősséget a sétáltatásért, etetésért vagy az állat helyének tisztán tartásáért. A magyar konyha nélkülözhetetlen karácsonyi fogása a halászlé, az elkészítése azonban nem egyszerű, ezért már sokan otthon nem is próbálkoznak vele. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbben inkább éttermekből rendelik ezt az ételt. Horváth Szabolcs annak járt utána, hogyan kell elkészíteni az igazi hagyományos halászlevet. Attól függetlenül, hogy mondhatjuk, a hazai háztartások nagy részében megvan azért a halászlé készítés receptjének szent grálya. Hát nyugodtan azt is mondhatjuk, hogy évről évre egyre több azoknak a száma, akik ebben a nem egyszerű folyamatban azért inkább nem fognak bele, és igazi séfektől, igazi jól működő éttermekből szerzik be a karácsonyi asztal elengedhetetlen kellékét, magát a tökéletes, hagyományos, igazi halászlevet. Én pedig Kádi Sándor executive séfet kérdezem, hogy mi az, amit feltétlenül meg kell, hogy tegyünk, amire oda kell, hogy figyeljünk, amikor halászlevet készítünk, és mennyire lényeges maga az alapanyag és a fűszerezés természetesen. Üdvözlöm a kedves nézőket! Mindenféleképpen oda kell figyelni, hogy megbízható helyről szerezzük be a haltermékeket, mert ugye nagyon gyorsan romlik. Amire még nagy odafigyelést kell biztosítanunk az, hogy tehát az alaplét jól főzzük át, hosszú ideig kell főzni, és minden esetben előző este, vagy legalább 6-8 órával előtte a belevaló húsokat fűszerezzük be egy kis sóval, házi fűszer paprikával, mert ugye a halnak magas a víztartalma, ezért ugye a sóval vizet kötünk meg, és nem fog szétesni a halászlébe a halszeletünk, ugye, mert ez sok helyen előforduló hiba szokott lenni. Hát ezek a legfontosabb dolgok, amire oda kell figyelnünk szerintem. Mennyire lényeges egyébként, hogy milyen halakból főzzük magát a halászlevet? Tehát ami itt van nálad, ő egy? Tehát azt mondja, maga az alaplé egy 7-8 féle halból készült. Tehát ugye törpeharcsa, szürkeharcsa, keszek, kárász, ponty, fejfarok, tehát nyesedék, gerinc, csont, minden. Abból elkészítjük az alaplevet hagymával, paprikával, paradicsommal. Miután maga az alaplé elkészült, ugye átpasszírozzuk, újra fölforraljuk, raktunk bele egy kis házi fűszerpaprikát, ami szintén elengedhetetlen, és az előre befűszerezett halszeleteket fogjuk hozzáadni, ami ugye visszahűti a halászlevünket, és újraforrástól számított körülbelül 4-5 percig főzzük csak, és el is készült a elengedhetetlen karácsonyi menü. Ez most csak egy sima ponypatkós halászli, de ezt lehet variálni akár filézett harcsával, filézett pontja, megvadítani még egy kis belsőséggel, halikrával, halteljel, mert ugye nagyon sokan szeretik így minél tartalmasabban. Egyébként én igazság szerint bevallom neked, hogy nem vagyok nagy halászléfőző, viszont imádom a halászlevet. Hogyha otthon neki akarunk fogni,
azért, hogyha jó helyről szereztük be a halászlevet, és minden megvan, akkor megtehetjük nyugodtan szerinted? Tehát azért? Hát azt mondom, hogy tehát annyira nagy szakmai tudás nem kell hozzá, inkább az időt kell rászállni. Tehát mert ez azt mondom, hogy otthoni esetben minimum egy 4 óra hosszás, 5 óra hosszás művelet, az előkészületeket nem számolva, tehát hogyha egy jó helyről előkészített halakat be tudtuk szerezni, akkor is minimum 4-5 órát igénybe vesz, de nagyon sokan választják azt a lehetőséget, hogy nálunk megvásárolják a kész alaplevet, hús nélkül, hazaviszik az alaplevet, nyersen megveszik a halat, és akkor azt mondom, hogy ők is hozzátettek a karácsonyi menühöz, és otthon csak befőzik a halszeleteket. Ez egy fél órás, 20 perces dolog, és mégis ők is hozzátettek úgymond a szívüket, lelküket a karácsonyi menühöz. De hogyha megnézzük azt, ugye hosszú évek tapasztalata áll a hátatok mögött, azért mondhatjuk, hogy több mint 40 év, hogyha jól tudom. Így van, lassan fél évszázad. Lassan fél évszázad, és folyamatosan jönnek hozzád a vásárlók, a vendégek, a halászléfánok, akik tényleg imádják ezt a csodálatos, hagyományos ételt. Mennyien vannak ők egyébként? Tehát itt nagyon komoly előrendelésekről van szó, neked is csörök folyamatosan a telefonod. Mit lehet elmondani, hogyha számokról beszélünk például? Hát konkrét számokról nem tudok nyilatkozni, de azt mondom, hogy több ezer családról beszélünk, ami azt mondom, hogy akár több 5000 vagy érinthet 10000 embert is, tehát aki azt mondom a karácsonyi halászlénkből fogyaszt. És tehát nyugodt szívvel kijelenthetem azt, hogy már 22-ére se nagyon tudunk fölvenni halászlén rendelést, tehát ott tartunk, hogy 23-a, 24-e full teltházzal vagyunk már, és voltak olyanok, akik kint dolgoznak külföldön, és már nyáron jöttek, hogy nem-e tudnak halászlén rendelést leadni, mert annyira szeretik a mi halászlénket. Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánok a jövőben is. Hát ahogyan hallottuk, azért otthon is el lehet készíteni a kiváló, igazi, hagyományos magyar halászlevet, de hát mindenféleképpen elég sok üzemórát kell ebbe belefektetni. Ha megfelelő helyről, éttermekről szerezzük be, hát az is egy tökéletes választás. Én jó étvágyat kívánok! A halászlékészítés után egy termelői karácsonyi vásárról lesz szó. Idén már harmadik alkalommal rendeztek adventi vásárt a Jessif udvarában. A szervezők célja, hogy megismertessék a vásárlókkal és a helyi vásárlókat a helyi termelőkkel, ezzel is népszerűsítve a hazai kézműves termékeket. Egyre népszerűbb az az adventi vásár, amelyet egy új kígyósi vállalkozás kezdett el. A szervezők még az elején döntöttek úgy, hogy a vásárba csak helyi termelők, kézművesek vehetnek részt, akiktől nem kérnek helypénzt. Igazából megyeszerte várjuk a kézműveseket és a termelőket. A célja az, hogy egy hidat képezzünk így a vásárlók és a kézművesek között, kizárva a kereskedőket, úgymond kicsit vissza így a gyökerekhez, kicsit a manufaktúrákhoz valahogy így visszanyúlni. Vannak olyan termelők, akik már az első vásáron is részt vettek, és azóta is minden évben ellátogatnak. Az egyik ilyen eladó újrahasznosított termékekből készít karácsonyfát, mécsest és fonott kosarakat is. Új kígyósról érkeztünk, helybeliek vagyunk, és harmadik alkalommal vagyunk már itt a vásáron. Mi nagyon szeretjük ezt az egész adventi vásárt, meg bármilyen vásár legyen bármilyen. Mi teljesen odáig vagyunk érte, és szeretjük is csinálni, amiért kijöttünk. Egy másik Békés megyei termelő a Körösmaros Nemzeti Park területéről érkezett, ahol termelői mézet készít a családjával együtt. Zsadány Biharugra környékéről, Fancsika pusztáról érkeztem a Nemzeti Parkból, a Körösmaros Nemzeti Parkból, méhészeti termékekkel. Harmadik generációs méhészek vagyunk a családban. A termelő hozzátette. Az ismert mézek mellett idén is különleges termékekkel készült, mint például a Mária tövis, a fekete nadálytő, valamint a zsája méz. Már a következő év feladataira készül a magyar atlétika első világbajnoka. Tajti Márton Anita makacs térdsérülése után már teljes értékű munkát végez, és mint elmondta, a fedett pályás Európa-bajnokság, illetve a szabadtéri világbajnokság lebeg a szeme előtt. A csabaiak súlylökője a felkészülési időszak egyik legkeményebb hetében jár, hiszen napi 2 edzés szerepel a programban. A délelőtti konditermi tréning után minden délután a Csabai Klub futófolyosóján folytatódik a munka. A világbajnok súlylökő edzője kiemelte, amíg versenyzője nem épült fel teljesen a sérülésében, addig csak napi 1 edzést tartottak,
és csak a felső testet erősítették. Novembertől azonban már teljes értékű munka zajlik. Amikor már elkezdtük az alapozást, mikor rendbe jött az úgynevezett sérülés, akkor viszont ugyanazokat a dolgokat elvégezzük, mint régen, csak pluszban még heti háromszor egy óra gyógytorna van beiktatva számára, és minden edzés előtt van egy bizonyos aktiváló munka, ami a nagyfarizmot, combizmot aktivizálja. A magyar atlétika első világbajnoka többek között a berlini Európa-bajnokságot és a legnagyobb hazai versenyt, a Gyulai István Memoriált hagyta ki 2018-ban. Tajti Márton Anita ebben az évben nem szeretne lemaradni a rangos versenyekről, így a fedett pályás EB-n és a szabadtéri VB-n is újra bizonyítana. Erre a két versenyre fogunk csúcsformát időzíteni, és hát ugye az elsődleges cél mindenképpen az lesz, hogy ugye a sérülésből visszatérve sikerüljön ugyanolyan jó állapotba kerülnöm, mint amilyenben voltam akár ugye idén évelején, vagy ugye az előző években, és hát ugye nem lesz idén sem egyszerű dolgom, hiszen még mindig nagyon erős a női súlylökés mezőnye. A fedett pályás kontinens viadalt a skóciai Glasgow-ban rendezik március első hétvégéjén. Az esztendő másik főversenyének, a szabadtéri világbajnokságnak szeptember végén, illetve október elején Doha ad majd otthont. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!